hagyományok tovább élnek, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar sokszínű műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyén a Vörösmarty Színházban. A program első felét Dvorzsákra fergeteges lendületű karnevál nyitánya indította, majd Johann Strauss műveivel Bécs aranykorának andalító táncmuzsikájából kaptunk színes válogatást. Az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor az egyedülálló tradícióhoz hűen, köszöntőjét követően Cserpakovics András polgármester dirigálta. Szép hagyomány a Székesfehérvár kulturális életének, hogy az évad nem akárhogy, hanem egy újévi koncerttel kezdődik itt a Vörösmarty Színház épületébe. Köszönet a szimfonikus zenekarunk tagjainak, dolgozóinak, munkatársainak és természetesen a színház munkatársainak is, hogy lehetővé teszik azt, hogy ne csak beleessünk az új esztendőbe, hanem azt megfelelő módon, méltó keretek és körülmények között gyönyörű melódiákat hallgatva indíthassuk el, és ezáltal a kulturális élet is induljon. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy az esten ebben az évben is olyan programot kínálhattak a közönségnek, amely kivételes zenei élménnyel gazdagította az est vendégeit. Hagyományt ad, összetartozást fejez ki ez az újévi hangverseny. Egyfelől megmutatja, hogy a bécsi monarchia idejéből elindult hagyományok mentén egy nagyon-nagyon szép zenei kulturális hagyományt tudunk ápolni és továbbvinni. Másfelől a fehérvári polgároknak egy nagyon-nagyon fontos társadalmi eseményévé vált ez az újévi hangverseny. A hangverseny dirigense, a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter volt, aki ezúttal is bizonyította, hogy a kiérlet magas szintű műhely munkának köszönhetően a szimfonikusok fontos talpontjai a művészetek hierarchiájának Székesfehérváron is. Aki a szimfonikusokat választotta az új év első napján, ezúttal sem csalódhatott. A felhőtlenül játékos, fergeteges koncert megalapozta az új év hangulatát minden koncertlátogatónak.